Kedves nézőink, különböző hírcsatornákból bizonyára önök közül is többen értesültek már arról, hogy a közlekedési tárca hírek szerint 60 milliárd forintot szán a jövő évben az autópályák építésére és fejlesztésére. Azonban a költségvetési keretben egyetlen fillért sem jelöltek meg az M6-os és M56-os út számára, részére. Nos, erről a témáról fogunk rövidesen beszélgetni két vendégünkkel, Papp Bélával, Pécs alpolgármesterével és dr. Kékes Ferenccel, Baranya megyei közgyűlés elnökével. Üdvözlöm az urakat! Jó estét. Jó estét! De még mielőtt a véleményüket kérdezném, kérem, hogy nézzék meg velünk és a nézőkkel együtt azt az interjút, melyet Mokos Tibor kollégám még a déli hírórában készített Sikfői Tamással, aki az M6-os, M56-os út regionális fejlesztési tanácsának alelnöke. Vendéget köszönthetek a stúdióban, velem szemben ül dr. Sikfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara titkára. Szeretettel köszöntöm. De nem is ebbéli minőségében kértük meg, hogy fáradjon be hozzánk, hanem mint az M6-os, M56-os regionális fejlesztési tanács alelnökét. Beszélgetésünknek pedig apropója is van, az, hogy a közlekedési tárca tegnapi nyilatkozata szerint ugyan 60 milliárd forint jut az autópályák építésére, fejlesztésére, viszont ebben nem szerepel a mi szívünk csücske, az M6-os, M56-os autópálya. Igen, messzebbről kell indulnunk. Tulajdonképpen 3 évvel ezelőtt a 2030-ig terjedő közútfejlesztési programban nem szerepelt semmilyen fejlesztés erre a térségre, az M7-es és az M5-ös által határolt területre. Közben született egy európai Helsinki-ben megtartott közlekedési miniszteri konferencián egy határozat, miszerint 18 új koridort jelöltek ki. Ennek az egyik az 5 perci koridor lett, amelyik az 5-ös koridor Kijev-Riekáról Budapesttől ágazik le, Plócse kikötőjéig. Igen, ez az új koridor hazai szakaszát képezi az M6-os gyorsforgalmi út, amire Magyarországon kormányhatározat született, miszerint 2007-ig megvalósítandó ez a cél. Igen, látszik a térképen. Igen, közben egy kis ábrát mutatunk a kedves nézőknek. Sajnos úgy tűnik, hogy a közlekedési koncepció újraértékelése kapcsán ez az 5 perci koridor megint Magyarországon leértékelődik. Ez azért is probléma, mert Münchentől keletre a Gdansk, Olmütz, Pozsony, Budapest, Pécs, Eszék, Szarajevo, Plócse útvonal az egyetlen észak-déli összekötetés, tehát ez kontinentális szempontból is rendkívül fontos. Arról nem beszélve, hogy ezt a közlekedésben viszonylag hátramaradó térséget be tudja kapcsolni a nemzetközi vérkeringésben. Én nagyon remélem, hogy ez nem lesz politikai kérdés tárgyon, ez a szakmai ügy, és reménykedem abban, hogy az évi költségvetésben is bekerül a tervezésre szükséges összeg, hiszen a területfejlesztési hatástanulmány elkészült, most folynak a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítésének munkafolyamatai, és jövő év elejére volt megbeszélve a kormányon, hogy kírják a konkrét tervezési útvonaltervezési munkákat. Tulajdonképpen a rendelkezésre álló összegektől függetlenül egyszerűen európai gazdasági szempontból mikor lenne szerencsés befejezni ezt a kivitelezést? Minél gyorsabban, természetesen minden útépítésnek azért megvan maga rendje, tehát a tervezési folyamatok is elhúzódnak, hatástanulmányok és utána a tervezési folyamatok. Maga a tervezés az 1,5-2 évet fog igénybe venni a 6-os konkrét nyomvonalára, tehát minden ilyen pénzügyi csúszás az azt jelenti, hogy hosszú évekkel eltolódhat az útépítése. Tudni kell azonban azt is, hogy valójában a feszített költségvetésben és az igencsak megnőtt fizetési mérlek hiány következtében nem igazán van forrása a kormánynak útépítésre. Az elmúlt fél év folyamatai tükrében érthető az, hogy megpróbálják megfogni a költségvetést, ugye külgazdasági helyzetünk sem a legjobb. Tehát én remélem viszont, hogy megértik azt, hogy az infrastruktúra építés az egyik legjobb gazdaságfejlesztési program. Nem beszélve arról, hogy itt a 6-os, mert is 6 ipari park és egy vállalkozási övezet van, amelyek önmagában dollármilliárdokat képes működőtükében vonzani. Elhangzottak az ügyel kapcsolatban olyan országgyűlési képviselői vélemények, hogy tulajdonképpen itt nem egy olyan hatalmas összegről van szó, nem nagy ördöngösség más forrásokból előteremteni ezt a pénzt. Pécsi, illetve megyei szemszögből nézve, hogyan néz ez ki?
Kétségtelen, hogy a tervezésre szánt összegek egy része akár egy minisztéri saját rendelkezési alapból is biztosítható, de annak jelzésértéke van, hogy egy fejlesztési koncepcióban, a közút fejlesztési koncepcióban és ennek finanszírozási elképzelésében ott van, vagy nincs ott egy ilyen fontosságú útvonal. Egyetlen egy kérdést a végére. Ha lennük úr, akkor hogyan tovább? Magam részéről remélem, hogy nem lesz politikai vita ebben a kérdésben. Remélem, hogy azok a munkák, amiket ebbe belefektettünk, meghozzák a gyümölcsét, és nagyon remélem, hogy 2007-re, ugye nem csak Pécs, Baranya megye, hanem a többi megye számára is ez az útvonal megnyílik. Hát a Budapest-Szekszárd-Baranyai nyomvonalú gyorsforgalmi út mellőzését Katona Kálmán közlekedési miniszter is megerősítette a tegnapi sajtótájékoztatón, úgyhogy itt félreértésről szó nem lehet. Amikor először hallották a hírt, akkor ez önök is a sajtóból értesültek róla, vagy azért már voltak gyorsabb informátorok, információs csatornák? Én a sajtóból értesültem erről a hírről, és hát teljes hitetlenkedéssel fogadtam. Aznak tulajdonítottam, hogy vélhetőleg ez az információ azért lett nagyobb, mint amekkora, hogy a kormányzat több decentralizált pénzügyi alapot, tehát az útalapot is megszünteti, vagy megszüntetni szándékozik, és vélhetőleg ennek a programnak a folytatására szánt pénzeket másutt kívánja elhelyezni. Ez volt az első reakcióm, egyébként el nem tudom képzelni, hogy ez a program negligálódjék, hisz nemzetközi kötelezettségünk is van a korábban látott riport alapján ennek a programnak a folytatására. Alpolgármester úr, honnan hallotta először? Szintén sajnos a sajtóból, illetve a sajnos visszavonom, mert elég baj, hogy ilyet kell hallani az embernek akárhonnan. Sikfői Tamás által elmondottakra hadutaljak vissza, mint immáron 5. éve gyakorló polgármester. Hihetetlen fontos szerepe van a közúti hálózatnak a gazdaságfejlesztésben. Példát hadd mondjak, egészen friss, még meleg, egy olyan léptékű ajánlatot készítünk elő egy német cég részére, ahol csak az üzemcsarnok 50 ezer négyzetméteres és napi 30-40 kamionos áruforgalommal számolnak. Na most, aki ismeri a Pécsről elvezető utakat, az tudja, hogy nem leányálom, nem kamion, de még személyautót se vezetni, mondjuk tőlünk Körmendig, hogy Ausztria felé irányul a szállítmány. Tehát szinte olyan az út ennek a térségnek, és gondolom Magyarország több térségének is, mint az embernek az oxigén. Szóval enélkül el lehet vegetálni, kékülni, zöldülni, de igazán boldogulni és virulni nem nagyon lehet. Hát a téma fontosságára való tekintettel mi szerettünk volna a legfrissebb és a leghitelesebb információk birtokába jutni, ezért adásunk előtt nem egészen egy órával telefonon érdeklődtünk a legfrissebb hírekről Manninger Jenőtől, a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisztérium politikai államtitkárától. Úgy hírlik, hogy a közlekedési tárca a jövő évi költségvetési tervezetében nem szerepel semmilyen tétel az M6-M56-os gyorsforgalmi út tervezésére. Igaz-e ez a hír? Jó estét kívánok! Ilyen formában igaz, hogy a költségvetésben ez külön soron nem szerepel, azért mert megváltozik az autópályák építésének finanszírozási rendje. Tehát korábban egy 10 éves autópálya fejlesztési programot fogadtak el, és ennek a kezdeti tanulmányaira kellett a pénz. Jövő évtől az autópályák finanszírozása más lesz, azért nem szerepel a költségvetésben, mert november 30-áig nyújt be a tárca, tehát a közlekedési tárca a kormány részére egy aktualizált 10 éves autópályafejlesztési tervet, amelyben nagyobb ütemben szeretnénk az autópályákat építeni. Évi 60 milliárdot fogunk erre fordítani, de nem közvetlenül most ebből a költségvetési forrásból, hanem banki segédlettel, hitelekkel indítjuk be az autópályafejlesztési programot. A 6-os út is szerepel, természetesen, mint elfogadott nemzetközi közlekedési útvonal, de azt meg kell mondjam, hogy jelenleg a tanulmányok idejében vagyunk, tehát mind a nyomvonalakat illetően, mind pedig, hogy pontosan hogyan történjék a kiépítés, de nem áll le, és a 10 éves autópályafejlesztési programban biztos benne lesz a teljes Budapest-ország határszakasz.
Tehát arról nincs szó, hogy a jövő évi költségvetésben egyetlen fillér sem szerepel a folytatásra. A következő, a költségvetésben külön sorokon nem szerepel, ez így igaz, de a tárca pénzt fog fordítani a hatos út építésének előkészületeire. Tehát a korábban sem arról volt, hogy jövő évben megkezdődik az építése a hatos útnak, pillanatnyilag a tervezés stádiumában vagyunk. Tehát a tervezéshez is pénz kell. Körülbelül igen, mennyi összeget remélhet a térség? Fogjuk folyósítani. Egyelőre ilyen 100 millió forintos nagyságrendű összegekről van szó, amely mind a tervezés, mind az egyéb előkészítési munkálatokat fedezik. Erre a tárcának van pénze, annélkül, hogy ezt külön soron be kellett volna állítani. Többen úgy érzik, és ezt meg is fogalmazták, hogy a térség diszkriminatív kezeléséről van szó. Hát nem tudom, hogy milyen alapon gondolták ezt, hisz egyértelmű, hogy nem is láthatták meg a 10 éves autópályafejlesztési tervünket, nem merült ez fel. Valóban egyébként a parlamentben is megfogalmazták különböző pártállású képviselők, hogy a 4-es utat is például hasonló módon kéne fejleszteni, de nincs erről szó, hogy változtatnánk azon, hogy a 6-os út egy nemzetközi korridor része, és ennek keretében a következő 10 évben mindenképpen ki szeretnénk építeni, de hogy pontosan hogyan, milyen nyomvonalon, milyen kiépítésben, ez még a következő hónapok kérdése. Ez a 10 éves fejlesztési terv mikor kerül napvilágra részleteiben? November 30-ig kell benyújtani a kormány elé, tehát akkor ismertetni fogjuk. Önök tudnak-e valamit erről a bizonyos fejlesztési tervről? Nem tudjuk, nem ismerjük. Ebben mondjuk az a meglepő, hogy egy-két évenként bizonyos hosszú távú koncepciókat átírnak, átfogalmaznak. Kíváncsian várjuk ezek után, hogy a hatos út milyen ütemben szerepel benne, és ha reagálhatnék az államtitkár úr szavaira, szóval lehet, hogy persze egy kicsit egy ideges reakciónak tűnik, ami innen jön a képviselőink a parlamentben, de hát ahogy a fővezetőben elhangzott, Péccsel, Baranyával 2030 körül óhajtott foglalkozni eredetileg az akkori kormányzat, most ez sikerült előrébb hozni több mint 20 évvel, lobbizás eredménye volt, és én azt szeretném bejelenteni, ha szabad ilyen hivatalosnak lennem, hogy polgármester úrral egyeztetve az összes pécsi, baranyai egyén és listás képviselőt egy jó hét múlva szeretnénk meghívni, egy olyan tanácskozás, hogy mit ők hogy értékelik ezt a helyzetet, és mit lehet tenni. Csak jelzem, hogy a hatos út előrehozását részben képviselői lobbizás eredményezte ebben Weckler Ferenc járt elől, tavaly előtt, és én bízom benne, hogy a térség fejlesztése érdekében ezt az utat, ugyanis ma úgy tűnik, hogy ez az egyetlen olyan lehetőség, ami a kormányzat, a mindenkori kormányzat kezében van, ami egy éltető, fontos elemet hoz be a térségbe, tehát a többit majd megoldjuk mi magunk. Csak ezt az utat kérjük, illetve utakat kérünk, de először a hatost kérjük. Kékes elnök úr véleményére is nagyon kíváncsi vagyok, ellenben jelzés érkezett a kollégáktól, hogy közben a vonalban van, ha minden igaz, Hargitay János országgyűlési képviselő. Üdvözlöm, valóban velünk van? Jó estét kívánok, igen, itt vagyok. Üdvözlöm. Az iménti telefoninterjúban kolléganőm Szijjártó Ildikó Manninger államtitkár úrtól arról érdeklődött, hogy vélhetünk-e e döntés mögött valamiféle diszkriminációt vagy arra utaló jelet. Ön, aki tűz közelben van, érzette valami ilyesmit? Hát a kérdéshez nehéz válaszolnom, mert nem nagyon hallottam, hogy mit mondott az államtitkár, tehát az előzményeit nem ismerem. Ő nemleges választ adott, ő azt mondta, hogy e mögött semmiféle diszkrimináció nincsen. Mármint a mögött, hogy a költségvetésben nem szerepel így most igaz. Tétel a hatos útról? Igen. Hát én is azt gondolom, hogy már más sajtóorgánok is feltették a kérdést, hogy ez egy kicsit olyan ügye, mint a metróépítés vagy a Nemzeti Színház ügye. Én azt gondolom, hogy ott sem történt valami fajta diszkriminatív lépés, hát ebben az esetben eleve nem történhetett, mert itt ugye csak annyi fogalmazódott eddig meg, hogy az előző kormányzatnak volt egy szándéka arra vonatkozóan, hogy az 5C korridort valamilyen formában kiépíti itt Magyarországon is.
az új kormány még nem tekintette át érdembe ezeket a kérdéseket, tehát szó nincs arról, hogy visszalépett volna az előző kormányzathoz képest. Én azt gondolom, hogy mi képviselők mindent meg fogunk és meg akarunk tenni annak érdekében, hogy az a kormányzati szándék, ami az előző hát kormányzati periódusban ugye megfogalmazódott, illeszkedően európai elvárásokhoz és európai döntésekhez, azt ez a kormány is tartsa. Az már egy más és nehéz kérdés, hogy mikor, milyen ütemben és milyen költségvetés és más források hát mellé rendelésével kezdődhet majd el ez a beruházás. Képviselő úr, tud-e ön valami pontosabbat arról, hogy mi szerepel ebben a tervezetben, amit államtitkár úr november 30-ára ígért? Én is csak azt tudom, hogy ez a tervezet készül, eznek kapcsán erről én is beszélgettem a miniszter úrral is, többek között a megszólított államtitkár úrral is. És ugye a kormányzat elképzelései között, amit a kormányprogramban megfogalmazott ez a kormány, szerepel egyrészt az, hogy nyilvánvalóan kívánatos olyan térségeket is bekapcsolni a gazdasági fejlődésbe, és ehhez infrastruktúra fejlesztést kell elsősorban tenni, ahol eddig ilyen lehetőségek nem voltak, ami Dél-Dunántúli térségünk is sajnos egy ilyen térség. Szerepel a kormányprogramban az is, hogy talán első ütemként sokfelé autóutakat kellene építeni, és csak ezt követően autópályává fejleszteni őket. Nagy valószínűséggel ez a koncepció a hatos út kapcsán is ezt fogja megfogalmazni. Megjegyzem, azok a szakmai előkészítő munkák, amiről hát a sajtó már sokszor hírt adott is, körülbelül ebbe az irányba gondolkodnak. Azt gondolom, hogy a Dél-Dunántúl gondjait már meg is oldaná egy ilyen autópálya. És amit én még, egy ilyen autóút, bocsánat, amit én várok ettől a koncepciótól, hogy világosan közép, tehát egy 5 éves időszakra fogalmazza meg a kormány vagy a parlament azt, hogy hol milyen irányba akar építeni, és ehhez hogyan rendel költségvetési vagy más forrást. Mert ha ezt nem tesszük meg, akkor mindig csak az éves költségvetési húzakodás áldozata, vagy esetleg hát nyertese lesz mondjuk a hatos út építése, vagy bármilyen más út építése. Nagyon szépen köszönjük, képviselő úr, hogy a legfrissebb információkkal a rendelkezésünkre állt. További jó napot kívánunk, viszonthallásra. Én is köszönöm, viszonthallásra. Ahogy ígértem, elnök úrtól azért kíváncsi lennék arra, hogy miként vélekedik ez amolyan halogató taktika? Szóval mennyit árthat ennek a régiónak, mert hiszen ennek az útnak a sorsa azért nem csak Pécs városát érinti. Én most hallgattam Manninger államtitkár úr szavait, illetve Hargitay képviselő úrnak a gondolatait, én egyre szomorúbb lettem. Szomorúbb lettem azért, mert nem tartok helyesnek olyan kormányzati taktikát vagy politikát, amely nagy térségeket érintő hosszú távú fejlesztési programokat kormányzati ciklusról, kormányzati ciklusra alfától omegáig úgymond újra gondol, vagy újra számolni igyekszik. Ez hihetetlen mértékben elbizonytalanítja a térség érintett térségek gazdasági szereplőit, politikai szereplőit, nagyon sok kárt okoz. Egy ilyen nagy horderejű kérdésben, mint a többszörösen hátrányos Baranya, Tolna, és ugye még Pest megyét is érintő kérdésben, amely mögé nemzetközi kötelezettségünk is kapcsolódik a már hivatkozott és idézett 5 percé korridor kijelölése kapcsán, meggyőződésem szerint nem lehet 2-3 évenként programot változtatni. És az is szomorúságot okoz nekem, hogy ha ma jól tudom, akkor november 13-a van. Ha november 12. 12. 12. Jó, szóval egy kicsit rohan az idő velem. Ha 30-án benyújtásra kerül a kormány elé egy autópálya fejlesztési új koncepció, akkor az én meglátásom, értékítéletem szerint 12-én a tartalmi vázlata, a súlyponti elemei legalábbis meg kell, hogy legyenek. Ha 12-én nem tudunk arra a kérdésre minisztériumi szinten választ adni, hogy az újra gondolt koncepcióban szerepel-e a hatos, eredetileg egyébként nem autópálya, hanem gyorsforgalmi út építésének a koncepciója, akkor én ezt, hogy is mondjam, elkapkodott, végig gondolatlan és megalapozatlan magatartásnak tartom. Tehát én aggódok, és mélyen egyetértek, és támogatom Toller polgármester úrnak, Pabér alpolgármester úrnak azt a kezdeményezését, remélem személyes jelenlétemmel is, hogy valamennyi Baranya megyei képviselővel, függetlenül attól, hogy milyen lógók alatt
egyéniként vagy listásként kerültek be a parlamentbe. Azt hiszem, hogy egyetemes közös érdekünk, az egész térség egyetemes közös érdeke, hogy ebben az alapvető fontosságú kérdésben együttműködjünk. Bízom ebben. A politikai erőkön kívül önök szerint milyen más erőket lehet még annak érdekében mozgósítani, hogy itt a régió számára kedvezőbb, ennél lényegesen kedvezőbb helyzet álljon elő? Hát én azt gondolom, hogy meg lehet szólaltatni mondjuk Pécset, illetve Baranyában levő nagyobb cégeknek a vezetőit, ki lehet kérni a véleményüket, hisz, ahogy említettem az előbb egy konkrét ajánlattal kapcsolatban, ma már tény, működő valóság az, hogy a Nokia Monitor napi 40 kamionnyi árut szállít el a városból, tehát nekik sem mindegy, ahogy az előbb említettem, hogy itt Somogy belsejébe cikcakban mennek a kamionok, vagy egy tisztességes európai szintű úton tudnak szállítani. Nyilván, ahogy elnök úr utalt rá, szakmai szervezetek is, ugyanis ez valahol szakmai kérdés, térségfejlesztési kérdés, tehát területfejlesztési tanácsoknak valószínűleg illet volna ezt az új közútfejlesztési koncepciót megküldeni, és erre általában azért szokott idő lenni. Most nem tudom, mi volt ez az óriási sürgető dolog, vagy ha ezt tervezgették július óta, akkor miért nem volt mód arra, hogy júliustól eltelt 3 vagy 4 hónap alatt, hogy ezt legalább a megyékkel, a területfejlesztési tanácsokkal, az érintettekkel megvitassák, vagy uram, bocsá, ismertessék, mert ahogy kiderült, ugye a fölvezető kérdés is arra vonatkozott, hogy igen, a sajtóból tudtuk meg annak a költségvetési lenyomatát, ami ebben az el nem fogadott tervezetben már benne van. Tehát valahol nincs harmónia. Én nem akarok tényleg politikai motivumokra gondolni, de hát nem szeretnénk vesztesei lenni ennek a pár évnek. Ez a hír nem volt túl kellemes, a téma sem igazán vidám. Tartok tőle azonban, hogy mégis elég sokat fogunk még a közeljövőben beszélgetni róla. Remélem, akkor is eljönnek majd hozzánk. Köszönöm szépen! Köszönjük!